Pillanatok alatt helyezték ki a motorosokat figyelmeztető táblákat a szakemberek a Bonyhádi kaszinó téren pénteken délelőtt. A tavaly átadott teljesen felújított területet az elmúlt hetekben egyre több robogós használja arra, hogy itt jöjjenek össze. A gyakran speciális kipufogóval felszerelt járművek erős hangja pedig sokakat zavar. Ugye a kaszinó tér körbeöli a művelődési házat, ahol nagyon sokszor kulturális és egyéb rendezvényeket tartanak. Nyilván ezeket a rendezvényeket a motorosok által keltett zaj zavarja. A másik probléma pedig a téren játszó gyermekek és szülei, illetve a gyalogosoknak a biztonsága. Ezeket a problémákat akarják felszámolni a helyi polgármesteri hivatal és a rendőrkapitányság munkatársai a táblák kihelyezésével. A most kikerült figyelmeztetések nem számítanak közlekedési tábláknak, ugyanakkor így is jelzik, hogy itt szabálytalan motorral közlekedni. Tisztelettel megkérem ezúton is a Bonyhádi Motorkerékpáros Társadalmat, hogy a gyalogosokkal és a hatóságokkal való konfrontáció elkerülése érdekében a térre ne hajtsanak be. Értelemszerűen semmi probléma nincsen azzal, hogyha a térre érkezve a motorkerékpárral leszállnak és azt betolva hajtanak be a térre. Ezt a területet térfigyelő kamerák is védik, így ezentúl könnyen beazonosíthatóvá válnak azok, akik a tiltás ellenére is behajtanak a térre motorral. A rendőrség alosztályvezetője egyébként azt mondja, hogy a Percelkertnél is hasonló jelenségekre panaszkodnak a helyiek, úgyhogy oda is a motorosok behajtását tiltó táblák kerültek ki.